Egy kamion keresztül ment rajtam. Túlélte a Váci bringás a brutális horrorbalesetet, és most példaképpé vált. Ahogy kibillent alólam a bringa, teljesen tisztában voltam azzal, hogy engem most elütött a kamion, de a következő másodpercben már éreztem, ahogy bedarál maga alá. Somogyi Attilát egy országúti kerékpáros edzés során gyűrte maga alá egy kamion Veresegyházon. A férfi csodával határos módon túlélte a brutális balesetet. 70 métert húzott magával a kamion, beszorultam alá. Ahogy a kamion húzott magával, sérült a komplett jobb oldalon. A szörnyű baleset után Attila 4 napig élethalál között lebegett. Életét egy hatalmas áldozattal járó operáció mentette meg. Másnap le kellett vágni a lábam. Itt a tricepszemből eltűnt egy kis mennyiség. Bordáim törtek, medencém törött, ugye a lábam sérült, felkarom sérült. Attila hatalmas küzdő. Az amputálás után családja támogatásával belevágott a rehabilitációba. Egy protézis segítségével újra kellett tanulnia járni, de ma már a biciklizés sem okoz neki gondot. Ráadásul több mint 20 éve rendez versenyt a tragikus körülmények között elhunyt bringás emlékére, ahol most októberben hatalmas öröm érte. Ilyen csoda még nem fordult elő, hogy ekkora összeget ennyi dollárt összeadtak volna, és ez a bringás társadalom. Attila a sportból merít erőt, a napokban vehette át új, robotizált protézisét, mellyel újra szokott módon bringázhat. Te mit üzennél Attilának? Írd meg kommentben!